Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Silent Hunter harmadik része az LSH mod csomaggal. Nemrég hagytuk el a kikötőt. Yes, sir. És belefutottunk egy... Hogy hívják be? Repülő rajba. 140 fokon. Nem túl jó opció, de hát ez van. És szerencsével kilőhetjük az egyiket. Vagy mindkettőt. Lássuk. Továbbiak. Három is. Ezek szerint egyet lezúztunk. De továbbiak. Ó, négy is. Wow. Hát nem túl szép. Egyik füstöl, helyes. Akár lőhetnél egy másikat is. Azt mondom, hogy nagyon keményen vették ezt az elhárítást. De... De hát eddig jó. Tényleg? Hát, mit ne mondjak. Megcakkoztak minket. Az egyik az valószínűleg leesik, amelyiket meglőttük súlyosan. Egy ilyen bombázót már kiszedtünk. Most jön vissza a maradék. Újabb körre. Az a baj, hogy igen, azt lövi megint, amelyik már sérül. Azt kéne a legkevésbé. Kicsit ijesztő, de hát meglátjuk. Lesz eredménye. No, hát azért az leesett. De úgy látom, jönnek vissza még egy forduló. De nem aprózzák el. Hát, egyelőre berészkedünk, bátorkodunk. Biztos, hogy a legjobb ötlet, hogy még egy kört kibírunk, kiállunk.
De hát meglátjuk, mennyire jó a tüzérünk. Ezt nem vártam volna, hogy a kettő összemegy. Au! Mindkettőt megkaptuk? Nem, csak az egyiket. Mert a másik az ugye ütközött. De... nem olyan nagy baj. Elfogadjuk. Visszajön? Visszajön még egy körre. No hát... azért a végösszeg az az, hogy hármat kilőttünk, egyet meg szerencsével kiszedtünk. Nem mondhatom, hogy kilőttük, mert belement a másik. A sérült egymásba fordult. Látom, ez is esik. Vagy láb is erősen meg lett lőve, sőt esik, helyes. No, hát nem a legbiztonságosabb módja, hogy teljesítményt szedjünk, de... azért a négy repülő az... nem egy rossz menet. És mondom, még most kezdtük. Még a öbölbe vagyunk. Öbölbe úszkálunk. Ugye itt szoktak támadni, itt a legveszélyesebb. Hát jött is egy komolyabb raj. Hova megy a feladat? Két perc. Oké. És akkor... yes, sir. Watch crew on deck. Minden javult, javítva, ahogy azt kell. Parancs pedig DS-31, mert igazából azt akartam, hogy megkeresem, hogy hova kell mennünk. DS megint a délnek. Nagyon szeretik újabban. Majd meglátjuk. Meglátjuk, hova futunk. Egyelőre haladunk. Hát ha pekünk van, akkor jön még további repülőerő. Ha szerencsénk van, akkor megúsztuk ennyivel a légitámadást. Egy kis korai bombázó harccal. Cserébe persze túl sok minden esemény itt már nem várható. Vagy... vagy... na, időjárás megfelelő. Ha találunk hajót is. Fene. Ja, a Metox az jelzett időbe szerencsére tette a dolgát. No. Hát a kis légi harc után úgy látom most nyugi van. Hajók sehol. Időjárás romlik. Durva szél.
Hát ez van. Remélhetőleg ennél kicsit nagyobb esemény lesz majd. Lesz mit lőni hajót is, de már előrébb állunk. Nem mondhatjuk, hogy hadi eszközt nem süllyesztettünk és nem lőttünk. Ráadásul hadihajó. Oké, akkor merüljünk. Nincs értelme. 110 vagy 101 fokon. Távon kívül van a pozícióból. Egy opció lenne, ha megfordulunk. Easybe. És kis szerencsével közelebb jutunk. Már rég indítani kéne. És 7000 méteren van. Ez esélytelen, nem, ez túl messze volt. Pek. Ezzel annyit tudunk tenni, hogy békében elhagyjuk. De ez nem segített ahhoz, hogy hajót süllyesszünk. Na, de legalább az időjárás az rendeződött. Valamennyire. Hát majdnem volt egy hadihajó is, de kissé mögöttünk ment. Az meg nem opció, hogy mi kergetjük a rombolót. Az meg nem opció. Na hát túl sok jelentést nem kaptunk. Se radarral, se így úgy amúgy. Na erre pont most van mögöttünk egy, meg egy előttünk. Az előttünk lévő az mondjuk jó. Mert abból lehet valami. A mögöttünk lévő az nem érdekel. Lassú. Hát, időjárás nem kedvező. Köd. Mert egyébként még túl egyszerű lenne. Első köd minden. Yeah. Az egyetlen kérdés, hogy belemegyünk-e vagy sem. Úgy látom, teljesen elkerültük.
mondjuk a köd az azt jelenti, hogy esélytelen vagyok bármire is. Javult valamit? Nem. Na, most javult, köd fölszívódott. Ugye csak addig volt, hogy azt a hajót esélytelen legyek megtalálni. De ez van. Előbb-utóbb csak találunk valamit. Vagy nem. Na, az időjárás rendeződött, nagyon is jó. Már csak célpont kéne. Ez is egy módszer. 32. Ship spotted. Bearing 3-2. Long range. Kis csónak. 3000 tonna. Éjszaka megközelítjük. Tökéletes. Kissé haragos a tenger. Üdvözlő lövés talált. Remek. Nagyszerű. Kényelmesen ki tudjuk lőni. Anélkül, hogy tudna tenni bármit is. Eddig ez jó körnek ígérkezik. És felrobbant.
Yes, sir. Watch crew on deck. Yes, sir. Irány tovább. Kijelölt terület felé. Kicsit gyorsítsunk. Itt találtunk 3000 tonna. Nem egy hatalmas hajó, de minden hajó számít. Továbbra is radar üzemel, hát ha segít. Úgy látom, az időjárás megint egy kicsit elromlott. Ja. Nem vészesen, de azért nem segít. És köd. Oké, DS-31. El úgy látom, a köd az nem segít rajtunk. Elmegyünk a célpont. Ó, oh, hello. Megpróbáljuk. Megpróbáljuk, mert semmit nem találtunk. Innen pontosabban kell belőnünk, mert ugye alig-alig látunk. Oké. És most alá merülünk. Hogy a szonárral kiszúrhassuk. Az messze a legjobb opciónk. Oké. Két hajó is. Épp, hogy befejezzük a fordulatot. Egy nagyobb ívnek jobban örültem volna. Hát most már így alakult.
500 méteren van. War Melody. Hát mondjuk az legalább 5000 tonna. Meg egy C2. Na, azért a C2 az fincsi. Mélység 6,5. Indítunk. Egy talált, második úgy látom nem. Remek. Hát ez is szoros lesz. Na, képes lesz kikanyarodni elé? Második. Második ebből se robban. Ott van pont alatta. Oké. Semmi közepén fölrobbant az egyik. Hát erősen süllyed, lehet, hogy elég lesz neki egy. Ennek nem valószínű. Ja, ezt az orrát csapta el. A másiknak a hátsó részét. Hogy állunk a töltéssel? Még 5 perc. Még nagyon messze van, ráadásul közelebb jön. Ami nem túl jó hír. Annyival... Hol lehetne jó? Ja, hát az vagy elsüllyed magától, vagy nem.
Na, azért ezt a War Melodyt meglőjük. Még... Meglőjük még egyel. Az állóhajóra van, van egy torpedónk. Hát ha. Hát nem volt szerencsénk, azt nem mondhatjuk. 4-ből 2 nem robbant. Ennyi elég volt. Ez beadta. Oké. Hát az viszont... Ez még későn elsüllyedt, az viszont jó eséllyel elsumákolt. Megpróbáljuk hátsó torpedóval. Reménytelen, csak valószínűtlen. Valamibe felrobbant. Aha. Távolodik, úgyhogy jó eséllyel valóban mellé lőttünk. Látom, ez megúszta. A második kísérletünk is reménytelen volt. Hát nem tudok 4 csomónál gyorsabban haladni. Nem opció. Hát ez van. Az azért inkább csak reménykedés volt, hogy ez a utánlőtt torpedó az bármit is tud tenni. Az inkább csak reménykedés volt. Realisztikusan sajnos nem, de azért egy 6000 tonna teherhajót behoztunk, hát nem egy nagy eredmény, 6 torpedóból egy hajó és 3 találat, hát azért elsüllyedt, ho-ho-ho. Vagy nem az a motorcsónakunk volt. Ja, nem. Ez sokkal közelebb lenne az a második elsüllyedés. Meg azt hiszem ekkora távol már nem is adja meg, meg ki is szedi a játékból a hajókat.
jelen szimulálja végtelenségig. Teljes joggal, mert nem tudná. No, hát... nem volt sikeres kör. Annyira, bár relatív. Miért ne? Két hajó, négy repülő. Teljesen jó. Lehetne jobb, nyilván. Hát itt megállunk a kijelölt pozícióba. Holnapig ücsörgünk egy kört. Ha csak nem történik valami érdekes, akkor megyünk vissza. Hát ha találunk hajókat visszaúton. De úgy látom, nem. Úgy látom, nem. Na, elvileg 5-6 óra magasságába elérjük a 24 órája. Ücsörgünk itt. Úgy van. Ez a névleges visszaútunk, meglátjuk, hogy és meddig dolgozunk, mit találunk. Hát, ha valami jött megnézni az első ilyet hajókat. Tudom, hogy nem kezeli a játék, de érdekes lenne. Mint opció. Időjárás szeles, de egyébként tiszta. Hajójelentés, nem sokat kaptam. Egyébként meg csak mázlin múlik, hogy belefutunk hajóba vagy sem. Hó, konvoj, konvoj, konvoj. Oké. Megpróbáljuk, megcsípjük. Ha nem vált irányt,
korrupció. Hogy elérünk, azt mondta, hogy 6 csomóval halad. Most ugye 13-mal teperünk, majdnem 14-jel. És azt tudjuk, hogy itt a Madeira alatt szokott konvoj menni. Úgyhogy az egy valid útvonal. Köd. Pont most kellett köd. Hogy a nyavaja? Teljesen reménytelen, de nem egészséges. Oké. Ha. Oké, 9-el megy. Konvoj megvan. Kérdés, hogy sikerül-e jó pozíciónkban. Be vagyunk töltve teljesen, ja. Oké. Oké, mit látunk? Nagybüdös semmit. Az jó. Az csodás. Na, tehát tudjuk, hogy itt egy konvoj, csak nem látjuk. Tankerelci. Mélység 9. Yes,
próbáljunk találni egy hajót, még itt T2-es tanker. Elvileg lőttünk egy tankert. Tankere egy C5 és fél ezer tonna. Az azért nem egy rossz buli. És ez a következő szintén úgy látom jó lesz. Lehetett volna nagyobb buli is, nagyobb fogás, de... De ez volt kéznél. Remek. Százhatvan. Majdnem pontosan, de ugye hátrafele nem nagyon tudunk érezni. Ott a Flow Air Corvette, csak nem tudom mit csinál. Lehet, hogy egy medium tanker. Sokkal jobb nem lesz. Meg valami magától elsüllyedt. Vagy az időjárástól, vagy nem tudom. A szög jó, kérdés, hogy lesz egy gyújtás, és hogy elég a tankernek. Hát meglátjuk. Eddig ez egy jó kör volt, ez egy nagyon jó fogás. Talált. Tankernek akár elég lehet. Nem látok sok-sok lángcsóvát. Hogy áll az a másik? Sehogy. 5 perc. Annyink nincs. Vagy van, mert álló célpont. Yes,
Vagy van, mert álló célpont és kis túlzásról már pazarlás, de... De ha betalál és begyújtja, a mélységét nem állítottam be. Ez hiba. Hát ez van. Bebudjant. Na, akkor ez három tanker. Egy EC, egy másik EC, meg egy közepes tanker. Összesen majdnem 20 000 tonna tanker. Nem nagyon lehetnék jobb. Hirtelen mindent látunk. Egy csomó fény bevilágítja a cuccot. Felteszem, azért látunk hirtelen. Nem egy garantált kör, de viszonylag egyenesen megy az a hajó. Na, ez még jó lehet. Ez még jó lehet. Benn van. Na, ennyit a kísérőhajókról. Na most sipilc viszont. Most már tényleg nincs mit tennünk, és főleg nincs hogyan. Na hát, a végére ez igazán jóvá, jó kör lett. Megpróbálunk elsumárkolni, már csak ez a kérdés, hogy az összejön-e. Merülést megkezdjük. És akkor úgy látom, teljesen észrevétlenül távozunk. Négy hajót kilőttünk, meg egy magától elsüllyedt időjárásba. Ha jól értem. Vagy ütközött, vagy mit tudom én. Ahhoz semmi közünk. Az nem a miénk volt. Azért nem vállalunk felelősséget.
Na, az már nem egy nagy konvoj, már csak egy kis konvoj. No. És figyelembe, hogy mennyire kockázatos a üzemelés, hajókázás visszaúton, annak érdekében, hogy esetleg meghal a játék. Innen fogjuk befejezni a menetet. Mára ennyi volt ezáltal. 28 ezer tonna. 10 egység. 4 hajó. 1 korvett, meg 5 teherhajó. Ebből 3, hogy hívják? Tanker. Igen, igen, jó kör. Már ennyi.